Sziasztok srácok! Mielőtt belemélyedek a videó címében is látható témába, először is pár off téma. Azt hiszem múlt hét végén volt a motoszerőnnel Kecskeméten. Ugye megnéztük a homokbányát, ahol szerintem 2 éve jártam utoljára. Kezdik kicsit urbanizálni, tehát úgy visszanyeri a lakóépületes kinézetét a hely, ugye elkezdték felújítani az épületeket, de az a jó kis csarnok, ahol be tudtunk menni kicsit hangoskodni, meg fotózni, az még megmaradt. Tetszett neki a hely, meg nagyon jó volt az út, mert Szegedről mentünk Kecskemétre, és tényleg fú, jó volt a főút, alig volt forgalom, úgyhogy lehetett haladni. Csak nem volt bezárva. Annyira fura volt, ráütem, fordulom a kormányt, azt marad ez meg itt. Igen. Igen, ez eleinte nekem is szokatlan volt. Meglepődtem, hogy igen, ettől már elszoktam. Pedig ilyen nem volt nekem is, de úristen, hogy fordulok, azt mondom, én nem fordulpattam. Utána, ez mi? Ferrari? Valakinek nagyobb bejött az élet, gyerekek! Szóval visszatérve, Yamaha MT-07 mocia van, egy SC Project teljes rendszerrel, hát mondanom csak el, hogy milyen rohadt jó hangja van élőben. Azt hiszem 75 lóerő, tehát alapvetően nem vezethetném az A2-mmel. De nem egy vészes motor, szerintem nagyon jó. Nekem bejött, ő is kipróbálta a Hondámat, hát ugye az üreset már nem találta annyira. Nehéz berakni üresbe ezt a motort, ami egyébként ilyen CBR típus betegség, vagy valami ilyesmi. Halló! Na igen, összeszedtem a nyájat, átnézünk Békés Csabára a Csaba Centerbe, úgyhogy egy ilyen kis csapatnap, mondhatni. No, illetve még tegnap volt a motoros boltban, vettem egy DXR motoros bakancsot. Először csizmát akartam venni, ugyanis a régi csizmám az már nagyon szétment, de ez a DXR bakancs kibaszott jó. Praktikusabbnak találtam, mint csizmát venni, és eleinte aggódtam, hogy vastag anyaga van, és akkor biztos beledöglök, de nem. Konkrétan fázok benne, tehát annyira jó a szellőzése, szóval ez tényleg nagyon megérte, illetve ha jól tudom, ilyen esőálló, cseppálló, tököm tudja milyen, szóval tegnap el is kapott egy eső, tehát olyan a motor, mint amit lehánytak hátulról, és nem ázott be a cipőm, ami egy jó jel. Neked nincs ilyen? Nincs. Uh-huh. Bunkó. Ezt úgy kell jelzeld, és elveszed a kulcsot. Mindjárt kilőjük magunkat. Egyébként akkor a videó témájára áttérve, azt hiszem tavaly voltam ugye gumicserén, előre és hátulra felkerült egy Michelin Pilot Street gumi, amivel nagyon meg vagyok elégedve. Azóta is rengetegen kérdeztétek, hogy milyen bevált, tetszik-e, és tényleg marha jó, tapad, mint az állat, akár száraz időben, akár esős időben. Eddig nem volt vele problémám, és ugye hát kezdődjön a sztori lényege. Szóval ezt egy márkakereskedésnél tetettem fel, mert nem tudtam, hogy mennyire bonyolult egy ilyen gumicsere, mert ugye elvileg ugye centírozni kell, levenni a láncot, kivenni a kereket, minden, tehát nem egy egyszerű dolog. Szóval úgy voltam vele, bízunk már meg vele egy márka kereskedést, ahol ezt a motort is vettük, hát hol máshol ugye. És felhívtuk őket, mondták, hogy persze, megcsináljuk,
hát nem szeretek pénzről beszélni, de most muszáj vagyok, hogy érezzétek a különbséget, illetve az átbaszás lényegét. 7000 forintban egyeztünk meg, hogy annyit megcsinálják nekem a teljes gumicserét. Jó, fasza lesz, oda kértük a gumikat, aztán ugye odaadom a motort, csináljátok. Úgy voltam vele egy, max. Két óra, aztán jóság van és lehet menni. Hát 3 óra ücsörgés után már kezdtem elúni magam, úgy mondom, mi a picsa tart eddig. És olyan 3,5-4 óra alatt sikerült lecserélniük egy márka kereskedésben, ami tényleg motorokra van specializálódva, konkrétan Honda motorokra. Majd megkaptam a számlát 3 óra centírozással, és a 7000 forintnak a háromszorosát kérték el. Mondanom se kell, hogy ennyibe került a gumiszett, mert ugye az R17 jóvoltából féláron megkaptam a gumiszettet, mivel bemutattam nektek. Én azóta hozzájuk nem viszem egy másodpercre sem a motort, olajcserét meg tudom csinálni, láncbeállítást nem nehéz, de szól a haveromnak, aki ért hozzá, megcsinálja. Legutóbb ugye láncet cserén voltam, ott is haverról megbeszéltük, megcsinálta nekem, kész. Én többet nem viszem hozzájuk, amúgy se garanciás már a motorom, tehát felesleges lenne. Nekem ez elég szarul esett, tehát hogy ott hagysz X összeget egy új motorját, viszed mindig szervízre, minden szarra, aztán lebeszélitek, hogy jó 7000-et megcsináljátok, aztán meg oda nyomják a képetbe háromszoros árát, 3 óra centírozással, ami nekem még ugye új volt, mert sosem voltam ilyen gumicserén, nem tudtam, hogy ez mennyire nehéz, meddig tart, stb. Tehát kifizettem sajnos, és nem is reklamáltam utána. Ami garanciás a motor, az ilyen kötelező cserékre nyugodtan vigyétek, de egyéb dologgal megbízni őket kár. Mi van? Mit pörög ott? No, de srácok, ennyit szeretem, el is köszönök, mert mindjárt megsiketülünk a szélzajtól. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, leírásban megtaláljátok az Instagram és Facebook oldalamat, kövessetek be, hogy ne maradjatok le semmiről. Én Red Rider voltam, széles utat nektek! Sziasztok! Mi van itt? See you, babe.